Hadd szóljon! A Klubrádió túlélési gyakorlata. Azt beszélik, hogy Józsa Márti egy új műsorral indul. A régi is nagyon jó. Ezek a dokumentum műsorokat én nagyon szeretem. Tehát olyan érzékenyen és olyan lelkileg beleélve készíted ezeket az interjúkat. Néha azt gondolom, hogy hogy éled túl élve, amiket élsz és látsz és hallasz. Tehát vagy töltekezel belőle, vagy belehalsz mindegyikbe. De most akkor kezdjük az Azt beszélikkel, hogy hogy is lesz ez? Az a helyzet, hogy talán emlékeznek rá a hallgatók is, hogy amikor voltak tavaly a választások, akkor nagyon sokan elmentek különböző településekre, és ott szembesültek, hogy igazából nem ismerik Magyarországot. Számos cikk, meg én is használtam ezt a szót, hogy az ismeretlen ország. És már akkor, sőt, már azt megelőzően is fölmerült az, hogy hát tulajdonképpen mi egy világrádió vagyunk, és mindenütt hallgatnak bennünket, és hogy nagyon jó lenne, hogyha mondjuk a soproniak tudnák, hogy mi történik Nyíregyházán, ha a budapestiek tudnák, hogy mi történik Pécset, és hadd ne folytassam. És arról is esett szó, vagy gyakran esik szó, hogy némely településen azért vannak még a Szabad Magyarországnak stúdiói és hangjai. És hogy milyen jó lenne, hogyha őket ide lehetne csábítani a Klubrádióhoz, becsatornázni, és hétről hétre elmondanák, hogy minden történik. Gondoljunk csak az akkumulátorgyárakra, és hadd ne folytassam tovább, hogy mi minden van, amiről hétről hétre lehetne beszélni. Úgyhogy ez úgy fog kinézni, hogy attól függően, hogy van-e ott stúdió, vagy nincs stúdió, de van tudósító, vagy csak súgni tudnak, hogy kit hívjak fel, én a stúdióból fogok fölkeresni minden héten néhány szerkesztőséget, néhány kollégát, és az ottani ügyekről fogunk beszámolni a hallgatóknak. Mit csinálsz azokkal a településekkel, és ez mondjuk kis településekre, falvakra nagyon igaz, ahol mondjuk abszolút fideszes a közélet, az önkormányzati képviselőtestület, és a félelem üli meg azt a települést. Ez egy nagyon nagy probléma. Nem csak ebben a műsorban, hanem máshogy is találkozunk azzal, hogy mi történik, akkor nem tudom én, Sátoraljaújhelyen üveghidat akarnak építeni, és azt mondják nekem, hogy ebben a városban még csak olyan sincs, aki név nélkül megszólalna, vagy információt adna. Gyakorlatilag erre valók a tudósítók, akik mégiscsak közelebb vannak, és mégiscsak esetleg meg tudnak szólaltatni embereket, illetve hát elég gyakran együttműködünk mondjuk az Átlátszóval, és az előfordul, ez egy konkrét példa volt, ez a Sátoraljaújhelyi ügy, hogyha ők valahonnan összeszedtek név nélkül akár megszólaló embereket, akiknek viszont náluk nem kell, hogy a hangjukat sem adják, hanem tudnak hivatkozni rájuk, akkor nagyjából így lehet beszerezni az információkat. Az minden esetre tény, hogy ami előfordul és felbukkan, az semmiképpen nem maradjon szó nélkül. Mi az, amit most elsőre tervezel? Amiben egészen biztos vagyok, két téma van, amit egyébként is szeretnék nagyon követni, az akkumulátorgyárak története, főként a debreceni, de ahogy látjuk, napról napra szaporodnak ezek, tehát minden nap lesz egy újabb ügy. A másik pedig a Veszprém és Bakony és Balaton európai kulturális főváros régióban történtek, ahol például megszüntették az egyetlen irodalmi lapot, és cserébe viszont egy sushi gyártó, vagy nem tudom én, sushi kocsmának adtak lehetőséget kulturális főváros pénzből, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a két dolog valószínűleg kimeríthetetlen lesz. Engem például nagyon érdekelne Recsk, hogy mi zajlik ott, mert az biztos hallottad, hogy titokban a házak mögött már építik a bányát, és feltúrták egész Recsket. Holott nincs meg az engedélyük. Így van, és ennek ráadásul különös felhangja van az, hogy mindenképpen, hogy ez Recsken történik. Az biztos, hogy a miskolci tudósító kollégák vannak a legközelebb ehhez a helyszínhez, de nagyon dolgozom azon, hogy minél többen jelenjenek meg, és abba bízom, hogy ha elindul a műsor, és azt fogják látni, hogy tényleg szeretnék foglalkozni Recstől elkezdve mindenféle fajta, nem tudom, az ormánság problémáig, és így tovább, akkor vagy azok, akik tudósítók, vagy azok, akikről én amúgy is tudok, hogy a környéken vannak és vannak ismereteik a dolgokról, azokat be tudom kapcsolni és be tudom csatornázni. Te hova valósi vagy? Kolozsvári. Csak azért, hogy mennyire vagy a vidék oldalán, és mennyire szeretnéd a vidéket megismerni, akkor ezek szerint itthon és akár határon túl is. Nézd, én a fő identitásomként a Kárpát-medencéjéséget határozom meg, és mivel, hogy én irodalommal is foglalkozom, nekem aktív kapcsolataim vannak Vajdaságban, Erdélyben, Felvidéken, és mindig azt szoktam mondani, hogy évről évre szeretem körbe lovagolni egész Közép-Európát, és miután nagyon sokat dokumentumfilmeztem, és nagyon sokat forgattam olyan televíziós műsorokban,
ahol egészen vidéki, én még szerveztem táviratban tanyán forgatást, tehát azt gondolom, hogy van némi affinitásom ehhez az ismeretlen Magyarországhoz. Van gyereked? 3 gyerekem van, tudják, igen. Hogy mi az, hogy távirat? Tudják, hogy a gyerekeim tudják, hogy mi az, hogy távirat, ők meglehetősen érdeklődőek és tájékozottak a világ dolgaiba, hogy úgy mondjam, én egy olyan buborékban élek, amelyik nem csak a fővárosban működik, hanem amelyik nyitotta, nem tudom én, az egyik fiam például a bódvalenkei cigány gyerekeknek tartott nyári táborokat, és így tovább, de az összes gyerekem érdekelt és elkötelezett a különböző, hát főként szociális ügyek iránt, de a politikai érdeklődésük iránt is. Mi lesz a következő dokumentumműsorod? Azt tudom, hogy körülbelül szeretnék foglalkozni a menekültek sorsával, így az elmúlt egy évben, és szeretnék azokkal is foglalkozni, akik egzisztenciális nehézségbe kerülnek most, amiatt, hogy kisajátítják mondjuk a földjeiket, területeiket a tervezett akkumulátorgyárok. Honnan ez a szegénységhez, a kisebbséghez való vonzódásod, hogy mindig valahogy ott kötsz ki? Nagyon hálás újságvívói feladat. Azt gondolom, hogy nem véletlenül nem csináltak soha filmet, vagy alig csináltak filmet mondjuk az elitnek az életéről és működéséről, pedig azért ott is lenne tudni látni való dráma és trauma, de amikor az van, hogy valami éles helyzet van, tragédia van, vagy egyszerűen csak valakinek elmondhatnék-e van, hogy úgy érzi, hogy az ő hangját nem erősíti fel senki, azt jó megtalálni és jó elbeszélgetni, és jó az is, hogy ezek gördülnek, ezek az ügyek egymás után. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kérjük, támogassa ön is a Klubrádió fennmaradását. Köszönjük!